Gyönyörűséges jó reggelt kívánok mindenkinek, én Dave vagyok, ez itt a Fun with Geeks és a Pod of the Morning, és ez a kedvenc napunk, gyerekek, mert itt van velünk a csodálatos Viki. Szerbusz Viki, méletem. Sansa, aki végtelen hangosan dorombol reggel óta. Na jó, hát amióta beszélünk, igen, amióta én hallom, azóta folyamatosan, nagyon hangosan és nagyon cukin dorombol. És ezzel semmi baj nincs, nagyon cuki. De megtanultam például azt a macskákról, hogy nem csak akkor dorombolnak, amikor boldogok, hanem akkor is, hogyha betegek. És miért is, Viki? Jaj, ne! Még a macska is elment. Szóval, ez így tökéletes, hogy nem hallanak engem. Most már hallanak. Bocsánat. A fasz csinálsz? Nem az elővett volt, hogy... magának valami játékot. Nem az volt, hogy kedves macska barát dolgok történnek itt? Mi a fasz szóval csinálsz? Valószínűleg szóval az előbb Dave felállt. Oda ment az asztalhoz, és mondta, akartam valamit, de mit akartam? Lehet, én megkérdeztem, hogy, ja, hogy fel vagy öltözve, van kávéd, engem hallanak a nézők. Mondtad, hogy miért az kéne? Visszaült, és nyilvánvalóan nem hallottak engem. De azt innen intézem, hogy hallanak a nézők, lány. De tudod, mi a baj, hogy így lemaradtak a dorombolásról. Sajnálom, majd felveszem külön a dorombolást. Majd vissza fog ez még jönni, csak most levert persze dolgokat, amik nagyon érdekesek. Igen. Shifty, nagyon szépen köszönöm a 2 hónapot. Szép jó reggelt, én azzal indítok, meg egy kondérkávéval. A kondérkávé az minden reggel sajátja. Jaj, Viki! Én már megittam. Nem hoztam neked vidám témákat ma reggelre. Én se neked. Annyi minden van. Ja. Pedig tegnap találkoztunk, és nagyon ügyes voltál. Egy paraszt. Köszönöm szépen! Kaci is azt mondta, hogy ügyes voltam, és az annyira jól esett, hogy ezt mondtátok, hogy még akkor is büszke leszek magamra, hogyha mégse én kapom meg az állást. Szóval még akkor is úgy vagyok vele, hogy szerintem jól teljesítettem ezen az állásinterjún, innentől kezdve nem rajtam múlik a dolog, de szerintem én, ha nem is a maximumot hoztam ki, én elégedett vagyok a teljesítményemmel, látom a fejlődés lehetőséget. De hogy alapvetően úgy érzem, hogy nem baltáztam el. Nem baltáztál el semmit, nagyon ügyes voltál, és integritásról tettél tanúbizonyságot, amikor kifele menet rámutattam a kanapéra. Paraszt. Az vagyok, köszönöm szépen. Szóval 3-5 munkanapon belül kapom az e-mailt majd. Persze. Értesítenek. Voxi, nagyon szépen köszönöm a 10 hónapot. Na, ez már feliratkozás dolog, már jelentősen hosszabbra sikeredett, mint bármilyen kapcsolatom valaha. Voxi, tudod, te meg én, we go to distance. Blazect, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 2 hónapot, nagyon jó befektetés volt, maradok. Köszönöm szépen, örülök, hogy azt érzed, hogy ez egy jó befektetés volt. Nagyon jól esik ez a lelkemnek. És Roli, neked is nagyon szépen köszönöm a 10 hónapot. Most valamilyen évforduló, vagy ilyen hónapforduló van ezek szerint. Nagyon igen, nekem is 29-30-31-én. Olyankor már mindig aggódok, hogy nem lesz meg a kifizetési határ, és sokaknak olyankor van a forduló, és akkor általában a 29-30-án mindig megnyugszom, hogy hú, jó, legalább 25.000 forintom lesz a következő hónapban. Életem. Roli, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Sajnos most csak nébán mentek majd a háttérben biztatásra, 10 perc múlva fél éves elbeszélgetés a főnökkel. Olyanom nekem nagyon rég nem volt. Ó, de az lehet nagyon jó is, meg lehet oké is, meg lehet kicsit rossz is, meg lehet
Nagyon rossz, de általában nem fél éves értékelésen rúgnak ki embereket, szóval amiatt talán nem kell aggódni. Hát meg a másik, hogy most mi baja lehet Roli főnökének, hiszen itt van az összes Pod of the Morningon, az összes délelőtti streamen. Egészen biztos vagyok benne, hogy nem lehet semmi baj. Üzenem neki, hogy mindegyiken megjelentél, nincsen igazolatlan hiányzásod. Jaj. Júcsi, nem mondta soha, hogy beszélnünk kell? Nem. Nincs fél évente ilyen újra definiálás, hogy jó, még maradhatunk házastársak, de akkor itt is kicsit jobban kéne teljesíteni. Nem, mi egy normálisan működő házaspár vagyunk, úgyhogy mi a problémáinkat egymás arcába üvöltjük. Miután sokáig elfojtottuk, igyekszünk valami teljesen minél szar dolgot találni, amin kipattanhat egy veszekedés, és a másik, anélkül, hogy figyelembe venni, hogy valószínűleg nem ez a baja a másiknak, azonnal triggerelődik attól, hogy most ezen miért kell összeveszni, és tehát, hogy mi egy normálisan működő házaspár vagyunk, nyugodjatok meg. Ja, pont tegnap meséltem, hogy a mi párkapcsolatunk is nagyon-nagyon jó béttel, mert írja, hogy Mizu, aztán írja, hogy jót dumisztunk, aztán írja, hogy nem is szeret, soha nem is nekem! És én meg, ha felmentél volna arra a honlapra, hogy Twitch per TV per Málnás Pite, akkor tudhatnád, hogy miért nem válaszoltam. És oda ti is menjetek fel, mert Viki egyébként nélkülem is csinál tartalmat az internetre, ráadásul nagyon cuki dolgokkal játszik, és egyáltalán nem olyan ott, mint itt. Tehát, hogy én valamiféle én geci katalizátornak hívom magam ebben a kapcsolatban. Abszolút az vagy, abszolút. Tudod, mit fogok köszönöm ma szépen, csinálni? Köszönöm szépen, a victim blaming az nagyon-nagyon jó esik. Mindjárt elmondhatod, csak közben megköszönöm Bresholnak a 10 hónapot. 10 hónapja már folyamatos a minőségi kontext. Azért a hunyorgás kicsit hiányzik. Ne hülyeskedj, hát azért itt azért kellett hunyorítani egy párszor. Amiatt ne féljél, ilyen még lesz. És Emma életem, nagyon szépen köszönöm a 9 hónapot. Jó reggelt! A baba néha túl kiabált titeket, de kitartóan igyekszek úgy csinálni veletek, mintha lenne szociális életem. Velünk lehet, tehát hogy mi velünk lehet felnőtt dolgokról beszélgetni, tehát hogyha van kedved valami olyasmiről beszélgetni, aminek semmi köze ahhoz, ami valamelyik lyukon kijön egy gyerekből, akkor I'm here, baby. I am here. De azokról is beszélgethetünk. Mindannyiunkból jön neki dolgok lyukakon. Hát már mondhatjuk, hogy papucs vagyok, de én ezt nem így fogalmaznám meg. Én egy ilyen simulékony vízöl fiú vagyok egyébként. De tehát, hogy mi Júcsival 8,5 éve vagyunk együtt. Sőt, megtanultad már. Tehát, hogy mi azért elég jól ismerjük egymást, és elég jól tudunk olvasni egymás dolgaiból. És megtanultad, hogy neked akkor a legkönnyebb az életed, ha a feleséged boldog. Ez egy iszonyat undorító klisé, ami tökéletesen igaz. De hát mindenkinek akkor a legkönnyebb, amikor a másiknak jó. Mert érted? Tehát, hogy egy légtérben vagyunk. És a Misery Likes Company. Ez az, ami biztos. Xmod, nagyon szépen köszönöm az 5 hónapnyi Prime-ot. Nagyon, nagyon király vagy, baby. Na, két... Elmesélhetem? Melyiket? Hogy mit fogok ma délután csinálni? Meséld. A platformom. Szóval az volt, szimszezni fogok megint. Legutóbb is szimszeztünk, és egy kicsit jó sztori volt. Olyan meh módon hagytuk abba, mert hogy az volt a cél, hogy legyen 7 macskánk, és a 7 macskát ültessük mindegyiket robotporszívóra. Meglett a 7 macska, gyönyörű szép rán volt, és aztán rájöttem, hogy jó, előre tudtam, hogy természetes módon nem fog 7 macska egyszerre rámenni 7 robotporszívóra. És aztán elkezdtem ezt egy kicsit így megtoszogatni, így mechanikusan, hogy sikerüljön,
és nem sikerült, és a végén odáig ment a dolog, hogy már modot töltöttem le, meg minden, és úgy se sikerült, és nagyon csalódott lettem, meg és már nem éreztem jól magam a végén, szóval így csalódott lettem, és azt mondtam, hogy jó, hát kész ez a challenge, mit kitűztünk, de hogy így nem vagyok kifejezetten boldog, stb. Stb. És aztán akkor meg is beszéltük, hogy akkor folytatjuk a Sims-et, hogyha majd úgy érzem, hogy így van hozzá kedvem, meg szeretnék, meg van valami új motiváció, mert tényleg ilyen felszomorkásan hagytuk abba. És azóta így nem is tudom, beszélgettünk a Sims-ről a Discordon egy picit, és eldöntöttem, és tök egészségedre, tök izgatott vagyok, hogy egy olyan challenge-et fogok elkezdeni, hogy kezdek egy darab Sim-mel, aki egy teljesen üres telken lakik, és nulla Simeleonja van. Mi ez a Simeleon? Az a pénz. Ja. És így kell egy életet felépítenie, hogy gyerekek. Egy teljesen üres telken nulla pénzzel kezd, szóval még a pisiléshez is kell találnunk egy bokrot, ahol elintézheti. De a Sims-ben nem az, hogy megépíted a házat, azt kinyírsz benne mindenkit, azt fél év múlva építesz hát egy másik házat. De hát majd építünk házat, de hát érted, survival! Hát Motherlode! De hát Motherlode! Aj! Danikem, tudom, nagyon szépen Motherlode. Köszönöm a 10 hónapot. Nem tudom, hogy miért kell feliratkoznom a saját csatornádra. De érted, ez ilyen challenge dolog. Van egy a leghíresebb challenge, amit soha nem fogok elkezdeni, az a 100 baby challenge. Jézus, szóval, hogy 100 darab babát kell szülni. És ott az emberek azt csinálják, hogy és azt hiszem mindegyik babának mástól kell lennie. És hogyha egy Sim már nem tud szülni, mert megöregedett, akkor a legfiatalabb lánya viszi tovább, és onnak kell folyamatosan szülnie. És nem tudom, hogy valaha volt-e valaki, aki végigvitte ezt a challenge-et, mert nagyon jól hangzik, és aztán a 10-nél, meg pláne a 20-nál elkezdik emberek tépni a hajukat, hogy ez örökké tart, bazd meg. És ott aztán a én sosem értettem azokat, akik egy alapvetően fára kihegyezett játékban találnak egy olyan aspektust, amitől nem lesz fán a játék, viszont nagyon hosszú lesz, és a közelében nem akarsz venni. Nagyon szépen köszönöm a Hype Train, de én hogyha ez pontosan leírtad azt, hogy Viktor hogy játszik. Igen, egész pontosan. Szóval, hogyha elkezded majd a Kövér László challenge-et, akkor mindenképp szólj majd, mert hoztalom. Közben Peggy azt írta, hogy Doggy Andi mindjárt végez vele, 2 hiányzik neki, 5 évet csinálja. But why? Hát, lehetséges, hogy én vagyok a hülye, hogy a társasjátékokat és a videójátékokat is szórakozásra használom, de Maybe that's my bad. Na, ez egy tökéletes átkötés egyébként a Kövér Lászlós témára. Jaj, most komolyan? Azt akarod, hogy megint sírjak? Nem akarom, hogy megint sírjál. Most nem fogok valószínűleg. Nem, a PMS első napján vagy sírós meg piszi, és aztán utána egész rendben vagy. Igen, már elkezdett kicsit váratlanul, holnap utára vártam, szóval ez nem annyira tett jót a testszínű bugyinak, amit éjszaka hordtam, de hogy alapvetően így jót aludtam. Az a lényeg, az utolsó jó alvás az nagyon fontos. Úgyhogy valószínűleg nem fogok. Valamelyik fiatal férfi nézőnknek nem lenne tiszta, Vikit megtámadta a vagina démon. Úgyhogy majd off-camera énekelek neki a menstruációs dalt. De neked újat kell költeni, mert az eredeti az Julcsi, és ezt nem énekelhetem másnak. Igen. Sajátot akarok amúgy is. Különlegesnek akarom érezni magam. Miért off-camera? Hát vannak dolgok, amik nem ismerjük egymást elég jól, na. Szóval, ha esetleg lemaradtatok volna, akkor Kövér Lackó, aki nem tudom, mi keresni valója van még a politikában, azt mondta, hogy márpedig az egy megfellebbezhetetlen igazság, hogy a világ azoké, akik teleszülik.
akik nem akarnak gyereket vállalni, azok az önfelszámolás útjára lépnek. Nehéz azokkal vitatkozni, akik ezt nem értik, és talán nem is érdemes, de nekünk meg kell kísérelni a lehetetlennek látszót. Megállítani és visszafordítani a magyar nemzetet demográfiai lejtőn. Nekem még külön nagyon tetszett, hogy azt mondta, hogy... Azok, akik nem akarnak gyereket, az önfelszámolás útjára lépnek. Ezt olvastam fel az előbb. Ó, nem figyeltem. Akik nem szülnek gyereket, az önfelszámolás útjára lépnek. Na, Bontsuk ezt szét, és próbáljunk meg elvonatkoztatni attól, hogy szerencsére nem abban a világban élünk, ahol Kövér László mondja meg, hogy kié a világ. Ez egy nagy szerencse. Nézzük meg ezt, megnézzük majd mindjárt egy nő oldaláról, Viki oldaláról, aki majd elmondja erről a saját véleményét. Bele se gondoltam, hogy a tiétek sem lehet a világ, mert nem tudtok szülni. Yep. A miénk se lehet a világ. Amikor egy miniszter, egy képviselő azt mondja, hogyha te nem vagy hajlandó valamit csinálni, akkor te egy rossz ember vagy, egy rossz állampolgár, és rosszat teszel a hazának, és ugye ezt tolja az arcodba megállás nélkül, ez már csak PR szempontból is megkérdőjelezhető, hogy te ezt akarod-e mondani, és nem azt akarod mondani, hogy gyerekek, szar van, fogy a magyar, kell még magyar. Tök jó lenne, hogyha elkezdenétek gyereket csinálni, mi segítünk, amiben tudunk, itt van ez a 10 milliós faszom, meg kaptok még 10 milliót, hogyha 3 sikerül, meg tényleg odarakunk mindent, segítünk iskoláztatni, segítünk ruháztatni, itt van egy csomó rendszer, ami majd nektek segít abban, hogy ez rendben legyen. Persze megértjük, hogyha valamilyen okból ti nem feltétlenül akartok. De nagyon-nagyon örülnénk, és megteremtünk minden lehetőséget arra, hogy ha akartok, akkor ott legyen. Tehát van ez a fajta kommunikáció, ami nekem azt mondja, hogy váó, bazd meg, hát ez kifejezetten szimpatikus. És van a Kövér László féle idióta, faszfejű senki házi köcsög, aki azt mondja, hogy szülsz, minden a tied. Nem szülsz, egy szardarab vagy, nem érsz semmit, és a magyarság számára sem érsz semmit. Ki a faszon beszél így? De egész komolyan. És ez nyilván... Egy ostoba ember. És ez nyilván annak a akinek hátán... nulla vezetői képessége van. Mert nem tudja, hogyan lehet motiválni az embereket. Pozitív üzenetekkel kommunikálni, Lipsi dolog. Igen, tökre értem. Ez így van. Nem, ez a pusztán arról szól, hogy meg kell találnod, hogy milyen motivációs eszköz az, ami használ azoknál, akiket vezetni szeretnél. Kövér és a számok vagyok. Alapján használ? Nem. Nem hiszem. Nem hiszem, hogy használ. És nyilván ez mindannak a farvizén érkezik, hogy Magyarország belépett egy olyan koalícióba, amiben ugye ott van Lengyelország is jelenleg, akik most éppen, nem is tudom, hogy átütötték, vagy még nem ütötték át a törvényjavaslatot? Szerintem még nem, de agyvérzést kapok. Esküszöm, agyvérzést kapok. Nagyon sajnálom, ígérem, hogy hamar végigmegyünk rajta, csak lehetséges, hogy esetleg lemaradtatok róla. Szóval Lengyelország vagy át akar, vagy már át is ütött egy törvényjavaslatot, amiben effektív tiltólistára kerül az abortusz, abban az esetben is, hogyha bizonyítottan valami probléma van a magzattal. Amit ugye a modern orvostudományi eszközöknek meg dolgoknak köszönhetően elég jó bizonyossággal meg tud állapítani egy embriológus. Tehát, hogyha például egy olyan embrióról beszélünk, aminek a
teszem azt, a szívburka a testén kívül helyezkedik el, és mondjuk pont olyan mennyiségben és olyan pozícióban, hogy az orvosok is tök jól tudják, hogy ezt nem lehet sem in utero, sem pedig születés után műtéttel korrigálni, azt a gyereket az anyának ki kell hordania. Vagy mondom azt, hogy egy Down-szindrómás gyereket ki kell hordania. A Down-szindrómásról sokan vitatkoznak. Én pont azért nem hoznám azt, mert hogy ott arról van szó, hogy igen, egy életen át tartó dologgal kell együtt élnie, de hogy tud teljes életet élni. Míg, hogyha egy olyan betegsége van egy embriónak, vagy olyan genetikai hibája, amiatt egészen biztosan nem fog tudni túlélni, tehát mondjuk van olyan, akinek csak az agya fele fejlődik ki például, és az a fele nem, ami mondjuk azt szabályozza, hogy hogyan lélegezzem, vagy bármi ilyesmi. Tehát, hogy az az embrió, amiről tudjuk, hogy legkésőbb a születés utáni egy napban biztosan meg fog halni, azt is ki kell hordani az anyának. Ez effektív egy fasság, az a helyzet. Ja, majd nyilván nem akarok belemenni a Down-szindrómás dologba, csak ugye azzal kapcsolatban voltak nagy előrelépések, hogy könnyen tudják azonosítani tesztek alapján, hogy a Down-szindróma kialakul-e vagy sem. Úgyhogy ezért hoztam fel ezt példának, mert nyilvánvalóan ez egy nehézség. Tehát, hogy lehet, tehát végtelen melóval el lehet érni azt, hogy egy Down-szindrómás ember teljes életet élhessen, csak két másik embernek kell mellette fél életet élnie. Vagy legalábbis... Igen, ezzel abszolút egyetértek, csak azt mondom, hogy azért nem ezt a példát kell szerintem hozni ez esetben, mert ez ténylegesen, tehát ott tényleg arról van szó, hogy eldöntöd, hogy akarsz-e te olyan életet élni, és akarod-e, hogy a gyereked olyan életet éljen, de van az az eset, ahol nem is kérdés, hogy a gyereked tud-e életet élni, vagy sem. Igen. És akinél a 12. héten, a 3. hónapban kiderül, hogy mondjuk a gyereknek nem fejlődtek ki, vagy nem kezdtek el kifejlődni a végtagjai, azt a gyereket neked ki kell hordanod, és hogyha ezzel egyidejűleg más dolgai sem fejlődnek ki, és meg fog halni legkésőbb születéskor, de lehet, hogy már születés előtt, lehet, hogy a 7. hónapban a méhben fog meghalni az a gyerek, akkor is ki kell hordani az anyának. Ez a legnagyobb fasság a Földön. Amellett, hogy feltételezem, hogy ez a nő számára sem veszélytelen, mert hogy a szülés a nő számára sem egy veszélytelen dolog. Úgy van, hogy két esetben, ez is nagyon vicces, két esetben lehet abortuszt végezni. Az egyik, hogyha az anya életére veszélyt jelent. Ah. A másik pedig, hogyha nemi erőszak által fogant meg a gyerek. És azt gondolom, hogy egy olyan mentalitásban, ahol minden élet életnek számít, és még azt a gyereket is ki kell hordani, aki meg fog halni a születés, legkésőbb a születéskor, amellett azt el lehet vetetni, amelyik erőszakból keletkezett. Tehát nekem, szerintem teljesen oké, hogy el lehet vetetni azt a gyereket, amelyik megerőszakolás miatt fogant meg, de hogy ez a két mentalitás viszont nekem nem fér össze. Na, nem is csak, hogy az egész mentalitás az, ami számomra ilyen teljesen elképzelhetetlen, tehát, hogy haladunk valamerre, haladunk egy normálisabb irányba, hogy már van abortusz, tehát egy nő dönthet arról, hogy akar-e gyereket, vagy nem akar egy gyereket, és aztán az általánosságban a keleti blokk az azt mondja, hogy eljutottunk idáig. Forduljunk vissza. Forduljunk vissza mindenképpen, mert nem tetszik az az irány, ahova tartunk. Mert
vallás, vagy mert... Igen, két nagyon nagy probléma van ezzel. Az egyik, hogy teljes mértékben semmibe veszik az embereket, akik egy ilyen helyzetben benne vannak, mert egy szülőnek azzal szembesülni, hogy a gyerekének halálos betegsége van, már a méhben, az kurva nehéz lehet, és meghozni azt a döntést, hogy ki akarja hordani az anya vagy sem, az kurva nehéz. A másik része pedig ott van az a dolog, hogy ettől még az abortuszok száma nem fog csökkenni, csak vagy külföldre mennek, vagy illegális abortuszok lesznek. Pincégben. És a külföldre mennek, még mindig kurvára sokkal jobb, mert az illegális abortuszoknak a jó része olyan körülmények között történik, ami életveszélyes. Igen. Az igaz, hogy USA-ban Trump miatt se sokkal jobb a helyzet, de azért ennyivel jobb. Néztem egy, nem vagyok teljesen tisztában az abortusz törvényekkel, ott államról államra változik egyébként, de hogy ott is a visszaszorításáért küzd a jelenlegi vezetés. Nem tudom, hogy az ember szabadságát ilyen mértékben korlátozni, ezt én nem értem egészen pontosan, hogy jön bárki ahhoz, hogy egy ilyet megmondhasson. Én értem azokat, akik abortusz ellenesek bizonyos hitvallások miatt. Értem, hogy vannak okaik, és értem, hogy ők így gondolkodnak, attól függetlenül, hogy én kurvára nem értek egyet velük. De egy ilyen helyzetben konkrétan valakire rákényszeríted az élete egyik legtraumatikusabb történését. Ja. Tehát, hogy persze életet próbálunk menteni, de közben pedig két életet konkrétan tönkreteszel. Na, mert nekem volt egyébként, mikor én ezt kiírtam, volt, aki Twitteren leírta az ő saját történetüket, és hogy tényleg valakinek az élete legnehezebb döntése az, hogy ha jól tudja, hogy a magzat nem fog túlélni, akkor elveteti-e vagy sem. Szóval hogy teljes mértékben az ember semminek nézése. És ugyanezt történik azzal is, hogy szüljél még magyart. Hát nem ugyanez, tehát, hogy nagyon az rossz ez. Semmibe veszik, hogy te életedben mi történik. Igen. Hát, akkor lenne ez ugyanez, hogyha effektív kötelezővé tennék, tehát, hogy mit tudom én, valamiféle szociális hátrányban lennél, a hitel felvételén kívül értelemszerűen, tehát hogy valamilyen szociális hátrányba kerülnél azáltal, hogy nincs a családban gyerek. Gondolod, hogy egyébként ezt az abortusz dolgot megmerik játszani itthon is? Igen, azt gondolom, hogy szigorítások lesznek. De hogy idáig? Tehát hogy ennyire extrém szigorítások? Mert most hát egész Lengyelország kín van az utcán. Figyelj, a lengyeleknél már egy ideje illegális az abortusz egyébként. Tehát, hogy a lengyeleknél sajnálom, korábban sem volt az, hogy csak úgy te nem vetethetted el a gyereket. És ezt sok orvos úgy oldotta meg, hogy azt mondta, hogy igen, az anya életére veszélyes. Valószínűleg ezután is ez fog történni. De hogy nyilván ez illegális, csak elmismásolják, hogy meg lehessen tenni. Nálunk ugye legális a nem tudom pontosan, hogy a 12., 14. vagy 16. hétig, de hogy itthon is egyébként tök nagyon, nagyon komoly bürokratikus dolgokon kell keresztül menni azért, hogy valaki eljusson odáig, és 12, köszi Balu, meg a többiek, köszi. Szóval annyira hosszú az a procedúra, amin keresztül kell menni, hogy nagyon sokan kicsúsznak az időből, mert hogy legalább kétszer kell például a védőnőhöz visszamenni, és a két találkozó között bizonyos időnek el kell telnie. Szóval egyáltalán nem könnyű
az, hogy eljuss az abortuszig. És most ezt csak fizikai értelembe veszük, vagy bürokratikus értelembe veszük, mert az meg mire egyetem valaki ezt lelkileg eldönti. Tehát, hogy senki nincs úgy, legalábbis elhanyagolható azoknak a száma, akik úgy vannak, hogy jaj, teherbe estem, jó, akkor megyek az abortuszra is kész. Egyáltalán mire megtudod, hogy teherbe estél, és míg rágódsz azon, míg meghozod azt a döntést, hogy el akarod vetetni azt a gyereket, az hatalmas lelki teher, és időbe is telik. Én el tudom képzelni, hogy ezt az időt még rövidíteni fogják, még több lépést behoznak a rendszerbe, és ezzel el fogják kvázi a gyakorlatban lehetetleníteni a legális abortuszokat. Illetve már itthon szerintem az is egy tök nagy hátralépés, hogy a nyugati országok szemben. Nálunk például nem engedélyezett az abortusz tabletta, nálunk csak a művi abortusz engedélyezett. És szóval azt mondod, hogy hogy ez itthon is valószínű. Én azt gondolom, hogy még most igen, most még a szabályok egész jók akkor, hogyha az anya életére veszélyes, vagy hogyha a magzatot életképtelennek nyilvánítják, akkor még nagyon-nagyon sokáig lehet abortuszt végezni, amit a király szerintem, de én azt gondolom, hogy egyre inkább afelé fogunk haladni, hogy ne dönthesse el az ember azt, hogy én most azért nem akarom ezt a gyereket, mert nem akarom ezt a gyereket. Mert teljesen mindegy, milyen indokaim vannak. Teljesen mindegy, hogy ezek pénzügyi, gazdasági, szociális, vagy bármilyen indokok, hogyha az a saját indokom, nem pedig egy külső, úgymond, hogy mondjuk betegség, vagy bármilyen. Aha. Szerintem ezeket szép lassan egyre jobban és jobban korlátozni fogják. Esküszöm, nincsen kedvem most átmenni még a halálos fenyegetések témakörére is. Ezután Azt hiszem, hogy... Én nagyon-nagyon tartok tőle, és egyébként nyilván én is voltam olyan helyzetben, hogy megijedtem, hogy terhes lehetek. Van nagyon-nagyon közel például Bécsben olyan klinika, ahol végeznek tablettás abortuszt is, nyilván geci drága. Mármint, hogy nem mit jelent a geci drága, ilyen 150-200 ezer forintból megvan a dolog, kb. Szóval, hogy abszolút megvan ez a... úgy hívják, hogy abortusz turizmus. Az írek például így mennek Nagy-Britanniába abortuszra. Szóval az embereknek vannak lehetőségeik, amit ki is fognak használni, de az, hogyha itthon is elkezdődik ezeknek a megszorítása, akkor nekem az lesz az a pont, amikor nem csak, hogy mentális teherként van rajtam, hogy egy szarember vagyok azért, mert nem akarok szülni, hanem hogy még azt is korlátozzák, hogy szüljek-e vagy sem, nekem az lesz az a pont, amikor azt mondom, hogy ebből most nekem elég. Az, hogyha konkrétan beleszól abba, hogy mit csináljak a saját testemmel. Nem tudom, én valami miatt lehetséges, hogy egy ilyen fostaliga lipsi vagyok ebből a szempontból, de én tökre megértem, hogyha valaki végignéz aki környezetén, végignéz az anyagi helyzetén, aztán végignéz azon, hogy mi zajlik Magyarországon, és aztán végignéz azon, hogy mi zajlik a világban, és azt mondja, hogy lehet, hogy nem kell ide több gyerek, na. Tehát, hogy lehetséges, hogy én ebben már nem akarok felnevelni egy gyereket. Mert lehetséges, hogy van egy olyan nő, aki azt mondja, hogy jó, feladom én a karrieremet, amiben aztán valószínűleg nem fog tudni visszamenni. Igen. Normálisan, meg kicsit visszaépülni a szociális életben, meg a munkaerőpiacra. De... Meg hát nézzük meg az óvodákat, iskolákat, stb. Ez, amit akartam mondani pont, hogy ahhoz, hogy mondjuk azt az értékrendet kapja meg az én gyerekem, amit én szeretném, hogy megkapjon, ahhoz mit kell egészen pontosan, hova kell beíratnom, hol lesznek azok a tanárok, akik hajlandóak
hajlandók minimumra szorítani például a Vas Albertet, meg a magániskolák, ahol fizeted a havi legalább 50 000-et. Van egy-kettő, tehát hogyha nekem gyerekem lenne, én például tudom, hogy nagyon kontroverziális, de én például biztos, hogy Waldorfba iratnám. Ott van még a legliberálisabb nevelés. De már érted már eleve az, hogy csak nemzeti tankönyvek vannak. Ingyenes, zseniális, de az, hogy a tanárnak nincsen szabadsága, az például engem elképesztően zavar. És tényleg az oktatás az egy pont ilyen kérdés, hogy nem, tényleg nem tudom, meg nem néztem utána, hogy hova lehet iskolába járni egy gyereket. Meg hogy hogyan lehet, ugye ezt nyilván végigizgultam az unokaöcseimmel, mert az egyik most ment gimnáziumba, úgyhogy pár ilyen felvételire én vittem el, és így végigjártam az iskolákat, ami 3-4-et, tehát hogy ő ilyen 97%-os vizét írt, úgyhogy végigmentünk a top iskolákon, és pont a topokba vittem be én. Hát, értem, oké. Közben a másik oldalon meg az, hogy mi van, hogyha teljesen el lesz ez lehetetlenítve, mondjuk záros határidőn belül. Úgyhogy én lesz, azt mondom, már most is elkezdték. Hogy jelenleg, tehát nyilván az evolúciós okokon kívül jelenleg azért több dolog szól a gyerekvállás ellen, mint mellett, de persze. És nézd, azt sem tudom mondani, hogy... Nekem meg az embereknek a szabadsága, hogy eldönthesse, hogy ő mit akar csinálni az életével. Mert lehetséges, hogy ő neki bőven elég, hogy a családban van 8 gyerek, akivel lehet bubuzni, de hogy neki nem kell, mert hogy őt azt teszi boldoggá, hogy éli az életét a saját dolgai alapján, és jár utazgatni teljesen szabadon, és csinálhatja a munkáját teljesen szabadon, és még van ideje a hobbiaira is. Lehetséges, hogy valaki ezt akarja választani. Én csak azt szeretném, hogy ezért bazen ne legyen lenézve és leköpve valaki. És arról nem is beszélve, hogy attól még, hogy én nem akarok gyereket, és megvannak az indokaim, több indokom is van, ami saját indok, és én abszolút úgy vagyok, hogy mindenki magának dönti el, és mindenkinek a saját egyéni preferenciája, hogy miért vállal gyereket, vagy miért nem vállal gyereket. De az, hogy én nem akarok gyereket, az nem jelenti azt, hogyha véletlenül teherbe esnék. Nem tudom azt mondani, hogy 100%-ban elvetetném. Mert nem tudom, hogy milyen az a helyzet lelkileg. Tehát még így sem, nyilván most azt gondolom, hogy persze akkor abortuszom lenne is kész, mert nem akarok gyereket. De hogy ez egy nem egy ilyen döntés, amikor szerintem, amikor benne vagy, és megtudod, hogy terhes vagy, szerintem az kurvára más helyzet, mint amikor eldöntöd, hogy akarsz a gyereket, vagy sem. Tehát én nem tudom azt mondani 100%-osan, hogyha teherbe esnénk, akkor elvetetném a gyereket, mert nem tudom, hogy milyen lelki állapotban lennék. Nem tudod, hogy milyen lennék. Érzés az, persze. Nem tudom, hogy milyen érzés is az érzés, és ezért nem tudom azt mondani. Ja, és nyilván mi is úgy vagyunk vele, hogy mi nagyon szeretnénk gyereket, mert szerintem az egy fasz a kiskölyök lenne. Az egy fasz a kiskölyök lenne. És szerintem én jó apa lennék. Én azt nagyon szeretném csinálni. Úgyhogy nekem megvannak az okaim. De tehát, hogy ugye nyilván az egy gyerek az semmi. A két gyerek az már valami, de valójában semmi. Hármat kell, mert azzal növeled a létszámot. És én nem látom azt, hogy három gyereket én akarnék valaha. Megmondom teljesen őszintén, én azt érzem, hogy kettőre még esetleg lenne energia, de az egy a biztos, az egyel is csak az a baj, hogy azok az egykék, akiket én ismerek, azok faszfejek.
nézd, egyébként én el tudok képzelni egy olyan ideális világot. Wonder Nerd, ez már level 100-as daddy issues, baby. Én el tudok képzelni egy olyan utopisztikus világot, ahol akarnék 3 gyereket. Olyan de nem abban élek. Persze, persze. Tudod, melyik az a világ? Amelyikben teljesen biztos vagyok, az a 60-as évek Amerika. Az, tudod, az a tipikus, teljesen az a családmodell, amikor a suburban Júcsi otthon van, főzi Rachel a nőkkel, én meg hazaérek este a haktatáskával, és I don't wanna set the world on fire, ennyi. Tehát, hogy vannak ezek az utópisztikus dolgok. Nem ismered dolgok, eléggé de... a felelős, nem ismered eléggé a feleségedet ahhoz, hogy tudd, hogy menne a tüntetésekre, és ilyen kőkemény feminista lenne. Menne, persze, én meg mondanám az irodában, hogy... Ha csinálja, addig is leköti magát. 60-as éveket, persze, hát honnan tudnánk? Egyébként egy nekem tényleg a legfájóbb pontja, amin eltörött a nincs, az az, amikor azt mondja, hogy akik nem akarnak gyereket, az önfelszámolás útjára lépnek. Nem is és ez nekem. Önfelszámolás ebben a szempontból. Tudod, az önfelszámolás, amikor egy ilyen ön megsemmisítő útra lépsz, és ezt úgy olvasni, mint aki nem akarok gyereket, és ezért ő azt mondja, hogy én az önfelszámolás útjára léptem, vagyis az én olvasatomban egy ön megsemmisítő útra, ezt úgy olvasni, hogy egy olyan mentális betegségem van, ami miatt az egyik legveszélyeztetettebb vagyok, öngyilkossági esélyeket tekintve, ez körülbelül a lelöklek a sziklán mondat. Én ezt abszolút így élem meg. Akinek bármilyen hajlama is van az öngyilkosságra, és azt mondja Kövér László, a Rorschach nő embere, hogy te ráléptél az önfelszámoló életútra, az... Tehát, hogy számomra ez volt az a pont, amikor elpityeredtem, ülve egymagamban itt a kanapén, hogy van az a belső kis hang, ami azt mondja, hogy nem akarok élni, nem akarom itt ezt az életet, meg akarok halni, és ő még azt mondja, hogy egy olyan döntésed miatt, amit esetleg a mentális egészséged érdekében hoztál, hogy ezeket a pici hangokat elnyomd, az a döntés még ehhez hozzásegít. Szóval nekem ez a mondat azt a kis hangot erősíti meg, ami azt mondja, hogy nekem nem kell élnem, és nekem tennem kell valamit azért, hogy ne éljek. Életem értelme. Tudod, jó, hogy én annak ellenére is nagyon szeretlek, hogy... nem tudom, hogy kell szépen, tudod. Azt akartad mondani, hogy bolond vagy? Azt, csak nem akartam kimondani, nem tudtam, hogy mi a PC-je, Nem kell, velem nem kell PC-nek lenni. Akkor jó. Mi már érted azok után, hogy mi megbeszéltük, hogy... ha oda kerül a sor, vannak terveink. Persze, mind a ketten tudjuk. Nem kell PC-nek venni. Figyeljetek, ez az, amiért egy kicsivel jobban oda kell figyelnie egy embernek, aki bárkihez beszél, tehát hogy nem kell, hogy egy Kövér László szintű alaktalan atka legyen, hanem bárki, aki 3-nál több embernek beszél az interneten, vagy a tévében, vagy bárhol. Ezzel kell egy kicsit megfontolni azt, hogy mi az, amit mondasz, bazd meg. Igen, mert érted, hogyha ott ülök a tévé előtt, és ezt mondja, hogy önfelszámoló útra lépett, akkor én azt mondom, hogy már eddig is azon voltam a kurva anyád. Nem tudják, tehát, hogy az a baj, hogy ezek az emberek bele se gondolnak abba, hogy milyen súlya van minden kimondott szónak. Tehát, hogy én amikor azt mondom, hogy nagyon szívesen húgyoznék le egy fidelitásost, akkor
én tisztában vagyok ennek a súlyával. És tudom jól, hogy valószínűleg utána összejönnének és megvernének, de én lehugyoztam egy Fidelitasost. Which is kinda cool. És viszont Kövér László soha nem fogja megérteni azt, hogy minden kimondott szónak súlya van. Egészen addig a pontig, ameddig valaki el nem számoltatja. És jelenleg nem úgy nézünk ki, mint akit így el fognak számoltatni, vagy mintha bárkit elszámoltatnának majd. Mózes, nagyon szépen köszönöm a 2 hónapot, és bocsánat, hogy lemaradtam róla. Szóval, Baba, az a helyzet, hogy nagyon sok minden van, amiért elkeseredhetsz, és amiért teljesen érthető, hogy elkeseredsz. Kövér László száján kijövő artikulálatlan hangok, azok nagyon-nagyon távol esnek attól a határtól, amit én meghúztam neked elkeseredési vonalként. Persze, ez abszolút az, hogyha eléneklem egy embert... neked a Kövér, nem, neked nem a Laci mondja meg, hogy ki vagy című számot. És... nem, tehát, hogyha valakit éppen abban a helyzetben kap el, akkor lehet, hogy csak egy ilyen szúrásra van szükség. Egy egyébként teljesen felesleges szúrásra. Igen, de hogyha ilyen történik, Viki, akkor kérlek szépen, ezt írd majd le egy ilyen búcsúlevélben. Én gondolkodtam, hogy levelet írok Kövér Lászlónak. Én gondolkodtam, hogy írjak neki levelet. Az összes barátod nevében mondhatom, hogyha egy Suicide Note-ban megemlített Kövér Lászlót, akkor ott fogunk vonyítani a temetéseden. Előre szeretném jelezni, úgyhogy találj ki valami sokkal frappánsabbat ennél. Írom a listát. De hogy, oké, szóval tudok neki levelet írni? Őszintén, nem azért, mert hogy azt gondolom, hogy ez bármit változtatna az ő véleményem, mert szerintem el se jutna hozzá a levél, de lehet, hogy nekem terápiás jelleggel segítene. Eljutna. Tehát, hogy please someone help out. Ja. Google it for me, hova írhatok levelet. Ne aggódjatok. És kézzel fogom írni, bazd meg. Tudsz nem ám még? Begépelem, kézzel leírom. Érezze a köcsög. De szerencsére ez nem fog megtörténni, úgyhogy minden a legnagyobb rendben van, gyerekek, emiatt nem érdemes aggódni. Ha valamit el akartok vinni ebből az egészből, akkor az legyen az, hogy nagyon reméljük, hogy Kövér László a hullák faszáról fogja leszopkodni az izzadságot a pokol legmélyebb bugyraiban. És erre megvan az esély. Megvan az esély. Bizony, hogy régóta ott rohadó tetemekről lecsöpögő izzadság miatt fog csillogni az a bajusz. Köszönöm, Infix! De nem sokkal jobb, hogyha az összes médián és médiumon keresztül látja meg? Én nem akarok... Érted, ez nem arról szól, hogy én most... Köszönöm szépen, elmentettem a címet. Tech joins ez most, the chat. Ez most nem arról szól, hogy én azt akarnám, hogy az emberek olvassák ezt. Én azt akarom, hogy én leírjam neki, hogy mit gondolok erről, még akkor is, hogyha azt ő végül nem fogja elolvasni. Szóval én nem érzem magam olyan, nem tudom. Tehát, hogy ez nem egy olyan levél, ami szerintem bármilyen változást is hozna, és nem annyira általános érvényű, és nem annyira összeszedett, és nem annyira... Szóval én ezt nem akarom, hogy hírportálok lehozzák, mert egyrészt támadási felületet nyújtok, másrészt ez egy olyan személyes téma, ami hogyha nem newsworthy, nem akarom, hogy emberek rágják, vagy nem akarom, hogy szembeszálljanak velem, vagy azt sem akarom megélni, hogy ez nem annyira fontos, hogy bárki is foglalkozzon vele. Szóval, hogy ez pusztán az, aminek csak is kizárólag belső motivációja van.
Én mondó vagyok, hogy, hogy már az, hogy, hogy erről egyáltalán beszélgetünk, elég egyértelművé teszi azt, hogy, hogy az a kormánykommunikáció, ami, meg az a mindenféle kommunikáció, ami jelenleg Magyarországon zajlik, az többet árt, mint használ. Mert velünk lehetne úgy beszélni, hogy, hogy az rendben legyen. Sőt, nem is kell olyan nagyon-nagyon sok hozzá. Úgynevezett empátiára lenne szükség, meg, meg kicsit azt érezni, hogy, hogy meg vagyunk értve. És tudom, hogy a politika az nem feltétlenül erről szól, mert a politikában egyféle üzenetet kell mondani nagyon, sokan, nagyon sokszor egyféleképpen, és az nyilvánvalóan remekül működik, de... Nézd, szerintem ez pontosan ugyanaz a téma, ami... Mint az, hogyha megnézed Európában azoknak az országoknak az eredményeit, akik mondjuk ténylegesen minőségi hajléktalan szállókat nyitnak, és ingyenes képzéseket biztosítanak az embereknek, és akár ingyenes lakhatási lehetőséget, és munkát, és mindent, hogy ott milyen százalékos a rehabilitáció, meg a visszaesés, és mi hogy kezeljük? Úgy, hogy betiltjuk őket. Megszűnik a hajléktalanság amiatt, hogy mi betiltjuk? Kurvára nem. És ez szerintem valahol ez pont ugyanez. Hogy akarunk-e tenni azért, hogy megoldjunk egy problémát? Nem. Úgy akarunk tenni, mintha a probléma nem létezne. Ez a baj. Ez az egyik baj. Nem a legnagyobb, de ez az egyik baj. A látszat dolgok, amik történnek itthon, ez... Megmondom őszintén, hogy nyilván mi vagyunk azok, akiknek inkább szociális problémái vannak, mint gazdasági, vagy... Tehát nekünk igazából elvi problémáink vannak ezzel az egésszel. Igen, és nagyon szerencsések vagyunk emiatt. Nagyon szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy nyilván a... Engem nem nagyon hívnak állami cégek, állami rendezvényekre már. Úgyhogy én nagyjából ennyitől estem el, de hogy még így sincs olyan gazdasági káosz, hogy ez engem bármennyire is zavarjon. Nekem ezzel az egész rendszerrel olyan elvi problémáim vannak, amik ilyen folyamatos szorongás ez számomra, amikor körbenézek és azt látom, hogy nem lehetnék magasabbról leszarva. Nem lehetne magasabbról leszarva minden az, amiben én hiszek. Amikor egy normális államban, amikor egy buta náci picsa elpusztít egy gyerekkönyvet, akkor azt gondolnám, hogy az államnak ki kéne állnia, és azt mondani, hogy that's very Nazi of you. Let's not do that. És ehelyett a miniszterelnök elmegy a segnyaló rádiójába, és elmondja, hogy hát igen, a családokat meg kell védeni a meleg propagandától. De, és érted, hogy nem melegekről szólt ez a mesekönyv, vannak benne testi fogyatékossággal élő gyerekek. Ami elfogadásról szól ez a mesekönyv, gyerekek. Tudod, mennyit jelent ez? Akárcsak azoknak? A gyerekeknek? Meg nem akik csak szintén olyannal élnek, hogy így, bazd meg! Megfosztod őket attól az érzéstől, hogy ők nincsenek egyedül. És hogy ők nem szarok. És itt nem csak erre kell gondolni, hanem mondjuk egy szegényebb sorsú gyerek. Aki, mert hogy ezzel kapcsolatban is van mese a könyvben. Igen. Akinek nem iPhone 11-je van, hanem csak egy iPhone 4-je. Most nyilván viccelek, és de... ugyanúgy a például romák is, azt hiszem roma család is van benne, de azt meg tudjuk abszolút, hogy rasszista itt a
az állam és a kormány, úgyhogy azon meg se lepődök, hogy az nem zavarja őket, hogy azok is vannak ki benne. Tudja, hogy ki tudja, hogy az eltelt. Ez a kommunikáció, ez egy Excel doksi alapján működik. Jó, ha ezt mondjuk, azzal vesztünk egy követőt. Nem. Jó, akkor ezt ki lehet mondani. És akkor valószínűleg Kövér Lászlón nincs feltétlenül izé, mert hogy ő tipikusan az, ő az. Azt jelképezi, ami egy Fidesz szavazótábor. Buta vagyok, bazd meg, de magyar. Ez kell. És... Várjál, itt volt egy kérdés, amire akartam válaszolni. Igen, tehát, hogy nyilván ilyenkor pedig számomra lehet, hogy én vagyok a kicsinyes, de hatalmas elégtétel volt számomra, hogy a Facebook úgy kurta le a mi hazánknak az oldalát, hogy csak úgy dörgött, és ezek a buta nácik meg még fel is vannak háborodva azon, hogy nem lehet gyűlöletet kelteni 24/7. Nagyon remélem, mert még azt se tudták megérteni, hogy az egy magáncég által fenntartott platform. És nem pedig az utca, ahova kimész üvölteni a szarodat. Tehát, hogy valójában a Facebook bármit is, ha letilt, az nem róhatod fel, hogy megsértik a szólásszabadságot. Mert az ő platformjukon az fog megjelenni, amit ők megengednek, mert ehhez joguk van. Szóval, és amúgy meg én abszolút boldog vagyok, hogy nem tudom, jelentették emberek gyűlöletbeszédként, vagy nem tudom, hogy végül miért tiltották le őket, de... És ők pedig soha nem is fogják megérteni, hogy miért oké, hogy letiltották őket. De én például nagyon, nagyon jól szórakoztam ezen. Az a helyzet, hogy én is. Ezek a pici elégtételek, amik valami miatt azt mutatják, hogy nincs minden veszve. Tehát, hogy azért mindent nem lehet. Mindent nem lehet. És mindent nem lehet a globális piacon. Én ezért követem Kovács Zoltánt, a Fidesz segjukát, ami kifele a vasfüggönyön át. Miért? Én követem Kovács Zoltánt pontosan ebből kifolyólag, hogy mert hogy Zozika nagyjából az egyetlen, akinek, hogy is mondjam, a vasfüggönybe vágott glory hole-on átlóg a fasza. És néha arra sétál valaki külföldről, és így ráver egyet egy csalánnal. És azt én mindig nagy örömmel nézem, ahogy Zozika rámegy a New York Times-ra, és aztán nem feltétlenül azt kapja vissza, amit az MTVA híradójában, meg az MTVA beszélgetős műsoraiban. Ez egy nagyon jó meglátás, Zoltán. Mindenképp meg fogjuk fontolni. Úgyhogy számomra ez mindig öröm, amikor látom azt, hogy Zoli kopasz fejjel telibe belefut bazd meg a falba, és aztán kicsit összezavarodva nem érti, hogy mi történik egész pontosan. Számomra ezek ilyen pici, icipici elégtételek, meg ahogy Torockai próbál otthonra lelni a Twitteren, és kicsit olyan, minthogyha egy náci bombi első lépéseit nézném, ahogy így nagyon, nagyon. Ezek számomra viccesek, meg ugye bennem van egy megfelelő mértékű fekete humor ahhoz, hogy én ebben meglássam a szépet. Nézd, én nem tagadom, hogy vannak esetek, amikor kicsinyes és rossz indulatú vagyok. Mert emberből vagyok, és vannak ilyen helyzetek. És hogyha Kövér László ma hazafelé menet, belelépne egy kurva nagy adag kutya szarba, akkor én nagyon jól szórakoznék rajta. Mert kicsinyes vagyok, és rossz indulatú.
bizonyos helyzetekben. Same here. Erre szükség van ahhoz, hogy balanszban tudjam tartani a pszichémet. Same here. Lehetséges, hogy nem fog belelépni egy kutya szarba az a helyzet. Viszont Viki, mesélek neked valamit. Kövér jó. László egy meglehetősen, hogy is mondjam, elhízott ember. Ezzel nincsen semmi baj, az ég egy adt a világon. Azt mondod, hogy kövér. Azt mondom, hogy nem, azt mondanám, hogy túlsúlyos. Azt hiszem, hogy ez a PC dolog, amit lehet mondani. Ugye a túlsúlyos emberek nagyon sokat érintkeznek saját... Tehát mondhatod, hogy ő kövér, mert László igen. kövér. De ők nagyon sokat érintkeznek saját magukkal, főleg járás közben a farpofák surlódása miatt ott bizony ki tudja kezdeni az egyébként is meglehetősen vékony bőrt. Ez a hozzárakott meglehetősen egészségtelen étkezés miatt esetleg akár úgynevezett furunkuloszok kialakulását is elősegítheti, melyek bizony, hogy is mondjam, kelések a gáton. A herezacskót és a seglyukat összekötő Devil's Playground néven ismert helyzet kis területen egyfajta orbitális kelések tudnak nőni. Én csak azt mondom, hogy erre elég jó esély van, hogy Kövér Lászlót egy visszatérő gátdémon sújtja, és ebből kifolyólag nagyon nehéz neki néha leülni. És innen már tényleg csak egy lépés az, hogy az a gáton növő kelés akkorára nőjön, hogy le tudjon pacsizni az elérhetetlensége miatt kezelésben nem részesülő aranyérrel. Így. Én azt mondom, Istenem. Hogy nem azt mondom, hogy ez így van. Azt mondom, hogy erre bizony van lehetőség. És téged nyugtat ez a gondolat. Engem abszolút nyugtat ez a gondolat. Tehát, hogy eljutottunk egyébként odáig, hogy engem Kövér László gátján lévő kelés gondolata nem az, hogy undorral tölt el, hanem nyugalommal, és még étvágyat is csinál. Mert az elégedett ember éhes lesz. Jaj. Szóval ez is ilyen és ehhez hasonló gondolatok azok, amik az én kicsinyességemben nem is tudom, megnyugvást abszolút értem. Lipsi magyar streamer élőadásban élvezkedett Kövér László fenekén. Szevasztok! Jaj. Szevasztok, origósok! Jaj! Írás tudatlan gecik. Ja, nem írás tudatlan. Ja, bocsánat, na, sikerült újat mutatni? Mi legalább mi ne hazudjunk. Sikerült újat mutatni a fiúknak, lányoknak. Elnézést, fiúknak és lányoknak, mert fiúk és lányok is lehetnek szellemi fogyatékosok, meg takonygerincűek. Ezt tudjuk jól. Nem akartam. Aranyérrel taps. Nagyon sajnálom, Hiro. Na, szóval ilyen és ehhez hasonló gondolatok vannak az én overly PC fejemben is. Ja, hát általában nekem is, csak amikor éppen meg nem vagyok olyan jó mentális szinten, akkor meg azért mégiscsak eljut hozzám. Persze. Mint például az, hogy én azt hittem, hogy a kedesti Among Us-ba, te nagyon nehezteltél rám. Pedig egyáltalán nem. Srácok, képzeljétek el, tegnap megbeszéltük, és nem is neheztelt rám, szóval teljesen feleslegesen beszélgettünk 40 percet a szociális szorongásról. Amúgy nem teljesen feleslegesen, de valójában ez mutatja a legjobban, hogy a szociális szorongás a legtöbbször alaptalan. Igen, meg mi már túléptünk ezeken a dolgokon, amikor irreális elvárásokat támasztunk a másik felé. Tehát, hogy én nem várom el Vikitől, hogy csak azért ne öljön meg
mert akkor lebukik, és ellehetetleníti az imposztortársát is. Tehát, hogy ez just... Ott felháborodtam egy pillanatra, hogy mondom, Viki, hogy lehetsz ekkora fasz, és aztán utána pedig rájöttem, hogy it's just Viki being Viki. Ezért van itt. Ezért igen, van itt. Dave pontosan jól tudja, hogy kedvesen fogalmazva, nem vagyok jó játékos Among Us-ban. Nem vagyok egy kifejezetten tehetséges Among Us player. Nagyon-nagyon szépen fogalmaztam nem vagy, meg. Nem vagy de ettől még lehet szórakoztató velem játszani. Igen, és én veled sokkal jobban szeretek játszani, mint azokkal, akik ilyen, tudod, ilyen kis jegyzetelve játszanak. Mert te még így belerakod a randomot az egészbe, és én azt élvezem ebben a játékban. Ricky B! Nagyon szépen köszönöm a 9 hónapot, Leslie Goldenbutt, Fat for President, Ovate. és szerintem az is egyébként nagyon, nagyon nagyra értékelhető, hogy tegnap, amikor oda mentem, akkor nem ücsörögtem a pocsajámba, hanem megmondtam férfiasan neked. Mit? Szóba hoztam a dolgot. Ja. Hát, hogy bocsánatot kértem, hogyha egy fasz voltam, és bevallottam, hogy én aggódtam rajta, hogy te azt gondoltad, hogy egy fasz vagyok. Ja, igen. És aztán Dave meg csak így zabálta tovább a kárcét, és így, what? No! Ah, nem volt semmi. Én meg így, ha, akkor jó. De hát Viki, tudhatnád, hogyha mérges vagyok rád, akkor azt azonnal meg fogom mondani. Jó, de hát azt ordítottad, hogy most három embernek is tönkre basztod a játékot! Nem ordítottam! A rám jellemző, erélyes, nem is tudom, stílusban jeleztem, hogy a kurva anyádat. Ami egyébként továbbra is helytálló. Nem vagyok mérges miatta, de azért kap be a faszomat. Nekem sajnos, vagyis munkanélküli körülményemet nézve, hál' Istennek, mennem kell állásinterjúra, szóval majd VOD. Gratulálok, Bidi, és sok sikert! Sok sikert! És Liliz, neked nagyon szépen köszönöm a 10 hónapot. Köszi, hogy vagytok, hát köszi, hogy vagy. Köszi, hogy vagy, baby. Semmi gond, Viki, egyszer voltam impó egész este, és pont akkor veled. Mondtam. Na, ott kérje a bocsánatot, mert ő biztosan be van üzelve. Krapa, nagyon-nagyon sajnálom. Nagyon-nagyon sajnálom. Ha Danci mellett csinálom ezt meg, az senkit nem érdekel, mert vele vagy négyszer voltam imposztor, meg ki voltam tőle teljesen. De Krapa, ez eszembe sem jutott, és nagyon-nagyon sajnálom. Az én akkor annyira out of it voltam, hogy azt tudtam, hogy ki a másik. A szavazásnál kellett megnéznem, hogy ki a másik piros. Nagyon sajnálom, Krappa. De legalább használhatja az emótjait. De úgyis csak egy emótja számít. A többi az vérfelesleges. Hol van? Hát nyilván a legalján van a Krappa. Miért vagyok ennyi mindenkire feliratkozva? Azt mondja már meg nekem valaki. Nem értem, én egy csomószor szoktam gifteket kapni olyan külföldi csatornákra, ahova így egyszer így rákattintottam, hogy szimszezik. Ha, jól vagy nem? Lehet, hogy már nem vagyok feliratkozva krapkára. Nem jól. És kiléptem, és valaki ajándékozott egy szabot. Azért, mert és ez engem szokott egyébként zavarni, hogy a Twitch egyáltalán nem súlyozza ezt, és arra gondoltam, hogy biztos be lehet valahol állítani, hogy a subgifteket azokat csak követők kaphassák, tehát hogy legyen minimum legalább ez a threshold, hogy ne kaphassa meg valaki, aki véletlenül egyszer oda kattintott, hanem csak követő. Uh-huh. Ja, az elég cool lenne. Biztos, hogy van egy ilyen beállítás egyéb iránt. Legjobb bemutatott Dave, biztosan vagyok benne, hogy a ventből kiugró oroszlán. Egyértelműen nem. Az én legjobb emótom. Hát vannak nagyon jó emótjaim, de amit én szeretek a legjobban az összes közül. Fúha. Nekem ez.
És képzeld el, van egy olyan emótom is, én a fogyatékos madárnál jobban semmit nem szeretek. Van egy olyan emótom is, ami cukiságot jelez. Az a dobozból kinéző Sansa, az ilyen szerelmesen néz. Tehát fake. Not fake. A Sansa-séget abszolút adom. Sansa-séget abszolút adom. Kell majd csinálni új emótokat. Akkor mondani, az én emótom. Igen, Dani, ez a kedvenc emótod. Nekem nincs több helyem, pedig lennének jók. Az a baj, hogy most nekem sincsen. Viktor nem adhat nekem helyet? Nem, sajnos. Neki mennyi üres helye van, bazd meg. És az a baj, hogy 500 szabnál lesz a következő emócslotom. Komolyan? Mert hogy valamikor egyszer felmentünk 450-ig, és akkor utána visszaestünk 200-ig, és most megyünk újra felfele, és most 420-ben vagyunk, de 500-nál lesz a következő. Úgyhogy a következő emótig igazából szerintem a régebbieket fogom majd lecserélni, tehát hogy valami olyanokat, amiket majd nem használunk, például a Katy Perry, az, az például most már, hogy nem játsszuk a izét, nem játsszuk a Wush-Wush szamurájt, most már igazából nem kell. A Katy Perry az azért van, az ugye két darab I betű, per I, azt azért csinálta EXO, mert azt üvöltöttem minden egyes Perinél, amíg Wush-Wush szamurájoztunk. Mind a 13 embernek, aki ezt hajlandó volt nézni. Nekem 125-nél lesz a következő. Hogy az áll-e még, hogy 450-nél GTA 5 RP? Igen, hát ezt megígértem. De nem 500-ra ígértem azt? Nem basztok át! Visszanézem. GTA RP! GTA 5 RP, redesol. Akarom. Úgyhogy... úgy GTA 5 RP, hogy semmi más nem fog csinálni, csak... Mondd, hogy ribanc leszel. Így van, papinak a kurvája leszek. Az elég jó. 450? Az a baj, hogy hazudtok, köcsögök, és ezzel mindig bajok vannak. Feri Luna, nagyon szépen köszönöm a szubot, nagyon drága vagy, elmozdítottál minket 420-ről, úgyhogy ma se téphet be senki. De ettől függetlenül végtelen mennyiségű lofot szeretnék látni a chatben, gyerekek, különben. Lof. Különben lof. Honnan fogja tudni Luna, hogy jó helyre érkezett? Ha! Sose nekem a lof a kedvencem, és azt rendszeresen használom máshol is. A lofot? Én nagyon sokat használom. Csak az a baj, hogy minden egyes alkalommal meg kell magyarázni, hogy miért lof. Be kéne rakni a háttérbe. A magyarázatot? Nem. A feliratot, a lofot. Azt hittem írsz egy ilyen kis cetlit, hogy mi a lof, és így kirakod. Nem, nekem ennyire többet azért megmagyarázni. Nem. Meg lehet egy parancsot csinálni neki, tudod. That's so true. Támogatom a prostitúciót. Hogy mi? Sajnos kénytelen leszel. De majd csak 450-nél, meg még papival is beszélnem kell. Képzeld, konfirmáltam az OnlyFans accountomat. Én is. Úgyhogy most már csak el kell döntenem, hogy mit csinálok vele, és hol kezdem el promózni. Én... azt hiszem, hogy már most fel tudtok iratkozni. Én nem csinálok neki semmilyen promót, csak néha így berakom, hogy nekem van egy OnlyFans accountom, és aki belép, az majd látja. Az majd jól meglepődik, hogy... ráadásul úgy, hogy fogok csinálni egy tolboás képet a fent ajzéra. A kiemelt képnek, meg egy ilyet. És csak OCD porn, semmi más, gyerekek, semmi más. Ventilátoros képek, OnlyFans. Az van, hogy... és akkor te állíthatod be, hogy mennyi pénzt akarsz az emberektől? Nem tudom. Elvileg igen, csak hozzá kell adni egy payment information-t. Végtelenül cringe lesz, de ez az egész tartalmamra igaz, gyerekek, úgyhogy
Szerintem, hogyha ott húzzuk meg miről a határt, beszélsz? Hogy ne legyen cringe. Te, baba, most péntek van, ugye? Csütörtök vagy van. Vagy holnap péntek, de holnap D&D péntek van, ezt akartam kérdezni. Azt hiszem, hogy igen. Azt valami, onnan tudom, hogy gondolkodtam, valami. Hogy nem tudok majd holnap sokat Harry Potterezni. Jó. Ezt majd akkor megbeszéljük, mert úgy emlékszem, hogy mint a Hunter nem érne rá. De ezt még ne vegyétek készpénznek, mert csak úgy emlékszem. Royal Mall, nagyon szépen köszönöm a 6 hónapot. És ezzel 4.22. És nézzétek, itt van az én lofom nektek. Nagyon szépen köszönöm, Dani. De ennél sokkal romantikusabb a történet. Az egy macskaseg, az hogy lof? És még bele is le fogják tiltani! Le fogják tiltani! A szomat. Jaj, cat hole! Na jó, azt hiszem, hogy nem csak a stream végét, hanem a legalját is elértük ezzel, pedig ennek a streamnek azért relatíve nehéz volt elérni a legalját, valljuk be. Férfiassan és nőiesen. Viktor Watch Dogs Legion-ezik. Jaj, azt láttam! Most ez megint a szponzorátja? Vagy az délután lesz? Mert ma is lesz neki. Ma is lesz szponzorátja? Mit igen. Fizetnek itt mindenkinek pénzt azért, hogy streameljen, azt nekem meg nem fizetnek semmit. Ugye? Én is pont ezen gondolkodtam. Nekem nem akar fizetni senki. De ha kell, akkor nem is játszom, hanem csak így beszélek rá. Ez nem jó? Én bármit csinálok. I do things for money. Ezt klippelje már valaki. Mert én csak a GTA-ban leszek kurva. Elnézést, kurtizán. Bocsánat, kurtizán. Már csak azt kell megnéznem, hogy az OnlyFans az hány százalékát fizeti ki a pénznek. Bőztösi az 50-et lenyúlja, és még valamilyen tranzakciós díj is kurva élet, hogy lesz. Átmegyünk Viktorhoz, gyerekek, mert hát ha tovább tudok mászni a hátán, hogy gyakran rédelem. Hallod, többen néznek most minket, mint Viktort, pedig elértük az alját. Elértük az alját. Jó, de a legtöbb az benfelejtette. Mi az a twinkle tus? Az a kérdésem, hogy izéba keressek rá? Pornomódba keressek rá? Na jó, én elindítom ezt a raidet. Minden okés. A múltkor a Minecraftot is megvertük, Dani, jó? A múltkor a Minecraftot is begyaláztuk, az elejét. What is that? What is that and why would you do that? Viki, kérlek, ne cseréld le a saját képedet arra a képre. Köszi, Dragonus. Olyat, hogy tudok. Jaj, nem fogom tudni azt megcsinálni, én ehhez még béna vagyok. Nem baj, próbálkozz, ügyes vagy. Mert hogyha ezt ide menni rakom. Fog. Aha. És ezt azt mondom, hogy így. Aha. Ma délután így megpróbálom. Sikerült? Nem. Ma délután... Sikerült? Sikerült, igen. Ők nem látják, de sikerült. Szóval ma délután megpróbálom Julcsit rávenni, hogy legózzunk egyet közösen. És aztán este jön velünk Among Us-ozni. Kicsoda? Nem Julcsi, ne aggódjál. Kicsoda? Ki? Ung Dani. Ja, azt hittem, hogy Julcsi. Nem Julcsi, Ung Dani. De mondjuk Ung Danit is szeretem, Ung Dani egyszer találkoztunk, és annyira ciki, annyira cuki. Annyira imádom, és már cikinek hívtad, úgyhogy mindegy. Jó, viszont megy a raid, úgyhogy sziasztok! Sziasztok! Mindjárt találkozunk újra! You said let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that. But can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. We have the whole day now just to ourselves, so we can clean the house or clear out some shelves. You said whichever you feel like doing first, I said, well,
I don't know about that, 'cause it's my lady.